Hogy én kezdjem el. És ezért én megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy egyébként, ha itt ülnének a szerző, meg akik vele beszélgetnek, meg akik beszédeket mondok, akkor nem mondhatnám el azt, hogy kik írták, kiknek a verseire, vagy a szövegeire fogok énekelni. Úgyhogy most előre elmondom önöknek. Zalán Tibor dalszöveggel kezdem először. Ezek nekem írt szövegek voltak, tehát nem versnek szánta, hanem dalszövegnek. A második, azt, amit majd énekelni fogok, azt ismerni fogják, az Petőfi Sándor verse, és végén pedig Rigó Bélától fogok énekelni egy szöveget, szintén nekem írt dalszöveg. Azt nem, csak most mondom el önöknek, még mielőtt elkezdődne semmi, akkor már ugye nem lehet erről beszélni, hogy ő a Schwab-hegyen lakott, és ott minden jókairól szól, ezt önök is tudják. Ugye Móricz bácsi is ott lakott, és ott kapálgatta a kertjét, és jókai kilátó, sétány, lépcső, szóval minden jókairól szól. És ez egy költőnek, hogyha megy hazafele a fogaskerekűn, mindig jókai, és ő meg nincs ott sehol. Ez olyan, mintha én a Cseh Tamás utcában laknék. Szóval kb. Ilyen érzés lehet, de ez lesz majd az utolsó, ezzel fogom zárni. Ez egy nagyon szép szöveg, nagyon szép, szomorú szövege Rigó Bélának. Na, úgyhogy akkor Zalán Tibor verssel kezdem el. Álmot hoztam, álmokat, álmodj most szép álmokat. Álmod azt, hogy boldog vagy, álmod azt, hogy szabad vagy. Álmod azt, hogy réten vagy, álmod azt, hogy ébren vagy. Álmod azt, hogy gyermek vagy, álmod azt, hogy ismét vagy. Álmod nap, süts, hull a hó, álmod ébren élni jó. Álmod játszol fiaddal, álmod sétálsz lányoddal. Álmod álmodsz az álmoddal, álmod, álmod. És szállj, ha szállnod kell, és várj, ha várnod kell, és lépj, ha lépned kell, és élj, mert élned kell. Nézd szét, lásd a világot, nézd a hajnalt, és nézd az alkonyi lángot, és nézd, hogy nőnek az árnyak. És halld, hogy a villamos csenget, és figyelj, és halld meg a csendet, és várd, hogy egy hammal szólít, és tudd, hogy jó lesz majd így. Jó lesz majd így. Tér vissza magadhoz. Maradjak, Imre, maradhat? Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a Magyar Versmondók Egyesülete sajtótájékoztatóján itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Elsőként Huzella Péter Kossuth Díjas zeneszerző előadó művészt, a Magyar Versmondók Egyesületének örökös tagját hallották. Ha lehet, hogy kérjek neki még egy tapsot, hiszen egy olyan dalt hozott el, ami a mesék és a versek világához egyaránt kötődik, és ami nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kultúrkincsünk, meg emberi értékünk is, hogy el tudjunk repülni a földtől, hogyha kell, meg tudjuk határozni saját magunkat a világban, és ahogy gondolkodunk a jó és a rossz megfogalmazásából is, az embernek a mindenfajta jó és rossz tulajdonságát vállalva visszarepüljünk oda, ahol az emberi kultúra ered, ez pedig a falusi kultúra, az annak idején a falusi paraszkultúra,
kultúrában gyökerező és onnan felemelkedő népmesség virága az, amelyről szól lényegében nem csak a mai sajtótájékoztató, hanem az is, amit úgy hívunk, hogy folklór, népművészet vagy pódiumművészet. Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem itt a körünkben Rétvári Bencét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettesét, államtitkár urat. Illetve Tóth Gábort, aki szakemberként, néprajzkutatóként és közben persze a kötet szerkesztőjeként is van jelen. És külön nagy szeretettel hadd köszöntsem, mert itt van egyébként a körünkben, most nem látható, de majd mindjárt megmutatjuk, mert közben már a vonal másik végén ott van András Favi Bertalan professzor úr, aki igazából az élő legenda, aki Pécset vár bennünket, a családja a Covid helyzetre való tekintete nem engedte el ide, erről döntetek az éjszaka, de egy tapsot viszont ő hall, hogyha megtapsoljuk, mert innen is kívánunk neki nagyon boldog születésnapot a 90 éves születésnapján. És hát az, akkor engedjék meg, hogy elsőként arról beszéljünk egy picit, hogy mi is ez a kötet, amit egyébként itt láthatnak. Ez tegnap érkezett az Alföldi Nyomdából, tehát igazából tényleg friss, ropogós, és még a boltokban sincsen, bár lesz, mert hogy kapható lesz honlatok ez az íróboltjában. Jövő héttől, jövő utáni héttől pedig a Líra és a Libri könyvesboltokban is elérhetővé válik, ugyanúgy, ahogy a Magyar Versmondók Egyesületénél a Fehérvári úton és a vers.hu oldalon már fönt van. Szóval ez a Mátyás és a Török Basa című kötetről van szó, amely azért különleges, mert 70 évvel ezelőtt András Havi Bertalan, amikor még fiatalabb volt, mint most, akkor úgy döntött, hogy elindul és megpróbálja összegyűjteni a falusi paraszkultúrában létező élőszavas mesemondások terén, tehát szájról szájra terjedő meséket, amelyeket lejegyzetelt, hangfelvételeket készített róla, és aztán ezek a mesék ott álltak a padláson, meg itt-ott mindenfelé igazából, és nagyjából 70 év távlatából úgy gondoltuk, hogy mivel már dolgoztunk együtt régóta, hiszen ennek a kötetnek az előzménye a Népmesék szóban, írásban, képben című kötet, amelyet szintén Tóth Gábor szerkesztett, és ebben Jankovics Marceltől Kóka Rozálián át, éppen András vagy Bertalanig bezárólag nagyon sok mindenki írt, és ez a kötet lényegében egy olyan tanulmánykötet volt, amelyben már pedzegettük a népmeséknek azt a vonulatát, amely aztán kibontakozott itt. Tehát 70 évvel ezelőtt leírt és összegyűjtött, vagy éppen hangfelvételeken ott olyan írások voltak, vagy olyan mesék voltak, amelyeket le kellett jegyzetelni, digitalizálni kellett a felvételeket, meg kellett hozzá keressük azt a fotóarchívumot, amelyet egyébként még pont András Havi Bertalan készített el, mik voltak fellehetőek a Néprajzi Múzeumban. Ezeket gyűjtöttük össze, és a kötet illusztráltságára vonatkozóan is nagyon fontos, hogy olyan gyermekillusztrációs rajzokat gyűjtöttünk az egyes népmesékhez, amelyeket hátrányos helyzetű gyerekek rajzoltak, és amelyek kiemelkedő pontjai ennek a kötetnek, és méltán került ebbe a kötet illusztrációjaként, amellett, hogy természetesen ezek az archív fotók is megtalálhatók benne. Összességében 45 mese, 9 település, 11 mesemondójától, amit tartalmaz a kötet, és amit még tudni kell erről, és ez szintén egy nagyon fontos pont, hogy ezeket a bizonyos népmeséket, mert hogy nem pusztán gyermekmesékről van szó, elláttuk olyan fajta szakmai jegyzetekkel és szótárral, amelyek segítenek annak megértésében, amiket a mesék rejtenek. Fogunk innen hallani majd a archív felvételt is, meg mostani felvételt is, hiszen a könyvnek van egy hangos könyv változata is, ezt is bemutatjuk, amely online platformon érhető el a vers.hu oldalon egy regisztrációval, és amely a könyvből szemezgetve néhány olyan fajta hanganyagot tartalmaz, amelyet sikerült megmenteni, vagy amelyet éppen most a Magyar Versmondók Egyesületének színészei előadó művészei mondtak föl stúdióban annak érdekében, hogy ezt a következő nemzedékek is hallgatni tudják majd. Hadd köszöntsem a körünkben szeretettel a kötet két olvasó szerkesztőjét, aki az irodalmi szövegeknek az olvasó szerkesztője, Tompos Krisztina is itt van a körünkben. Kérnék szépen neki egy nagy tapsot, mert hogy ő is közreműködött a kötetnek a létrehozásában. Illetőleg a másik olvasószerkesztő korrektor, dr. Dobosni Pecnyi Kibolya, aki szintén itt van most itt ül a nézőtéren. És mielőtt tovább haladnánk, felkérném Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár urat, hogy mondjál, hogy számára mit jelent egy ilyen kötet ma, a 21. században, vagy akár napjainkban. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Ugye három nagyon jóka is lehet az embernek, hogy örül arra, hogy itt van. Az egyik András Fajó Bertalan,
akit mindig öröm hallgatni, a másik Luther Imre, akit 24 órán keresztül is lehet hallgatni, hogyha éppen verseket szaval, 70%-ban fejből, a harmadik pedig maga a kötet és a népmesék. Amikor Arnás Hajó Bertalan miniszter volt, én nagyon kisgyermek voltam, akkor még nem is fogtam föl talán, hogy pontosan miről szól a politika, aztán egyszer hallottam egy előadását, ami Pécsen, amiről azt éreztem, ez több mint 20 év, vagy körülbelül 20 év volt, lehet, hogy több is, hogy mekkora tisztelettel és áhítattal vették ott tényleg körül, és minden szavát figyelték, aztán megint eltelt pár év, és tényleg véletlenül keveredtünk egy előadásra a feleségemmel, de nagyon mélyen hatott bennem az is, meg hát utána sok cikket is olvastam vele és róla, hogy a kultúrának akkor van értelme, hogyha ha tényleg azt át tudjuk élni. Annak a kultúrának, ami egy üvegfalon túl van, ami csak messziről szemlélhető, ami csak csodálható, de nem tudok vele azonosulni, mert nem tudom énekelni, a gyerekemmel közösen nem tudok valami hasonlót lerajzolni, nyilván nem egy olyat, de valami nem indít el valami közös tevékenységet, ami nem teremt közösséget, az egy szűk erit számára fontos kérdés, de szélesebb közönség számára az a fontos kultúra, ami mindnyájunkat magával tud ragadni, amit mindnyájan tudunk művelni, amire nem azt mondjuk, hogy hát vannak páran, akik ezt meg tudják csinálni, mert annyira professzionálisak, mert az életüket erre tették föl, hanem azzal kell elsősorban foglalkozunk, ez is fontos, és lehet tényleg egy szűk rétegnek az elképzelése, de még inkább az a fontos a kultúrában, és ha állami szempontból nézem, teljes 15 milliós nemzeti közösség szempontjából nézem, az a fontos, ami magával tud ragadni, amit tudok csinálni, aminek a részévé tudok válni. Mert nap mint nap látjuk, hogy mennyi divatos dolog, ideológia van, amely föl-föl bukkan, de a mi nemzeti kultúránk, a mi népi kultúránk, az volt a szüleink idejében, dédszüleink, ők szüleink idejében, nyilván nem hangos könyv formájában, meg nem YouTube-on is elérhető videóformájában, meg nem podcastként, hanem akkor még csak mesélve, vagy nyomtatva, vagy leírva valamilyen formában. Másként volt, a platformok változnak, de a nemzeti kultúra, a népi kultúra az örök. Fontos, hogy minden modern platformon is ott legyen, fontos, hogy újabb gyűjtések megjelenjenek, akár évtizedekig ki nem adott művek formájában. De az a lényeg a kultúrának, hogy bele tudjak lépni, nem professzionálisan, de tudjam művelni. És ebben óriási dolog az, ami ez a kötet is, és nagyon szépen köszönöm Luther Imrének is, meg a Versmondók Egyesületének, hogy ezt viszik, és segítenek abban, hogy abban a világban, amikor az identitást a fogyasztásban akarják sokan megmutatni, tehát nem az határoz meg téged, hogy kik a szüleid, milyen nyelven beszélsz, milyen dalokat énekelsz, vagy milyen meséket hallgattál, vagy mi a nemzeti identitásod, hanem az az identitásod része, hogy milyen márkájú cipőt veszel, milyen márkájú ruhában vagy stílusú ruhában jársz, divat, hogy hova jársz a szabadidődben, tehát a fogyasztásban, a pénzem elköltésében testesedik meg az identitásom, ez a mai korszellemnek a divatja. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egyrészt rendkívül igazságtalan, mert nyilván az anyagi különbségeket utána a kultúrás különbségé is teszi, másrésztről pedig hát sosem lesz az ember megelégedett, mert mindig lehet még drágábbat, vagy még többet venni valamiből. Tehát ez egy járhatatlan út szerintünk, és amúgy is csak a piac logikája és a profit logikája szerepel benne. Mi abban hiszünk, ami örök érték, örök kultúra, akár lírában, akár prózában, akár mesében. És ez a kötet ehhez segít. És nem alapok nélkül, hiszen a Versmondók Egyesülete már számtalan népmesepontnak a létrehozatalában közreműködött, országszerte 14 ilyen jött létre, mely megmutatta, hogy egy szülinapra vagy egy hétvégi programra nem csak a McDonald's-nek a színes golyós részébe lehet elmenni a gyerekekkel, hanem egy népmesepontban sokkal jobb hangulatban lehet ünnepelni, és sokkal maradandóbb élmény ott ünnepelni, és az egész családnak is jó élmény népmesepontban eltölteni a szabadidőt, vagy oda szervezni bármilyen szabadidős programot. És még egy valami a mesék kapcsán. A mesékben, aki szorgalmas, lehet a legszegényebb a faluban, lehet a legkisebb fiú a családban, de a szorgalmas, a kitartó és becsületes, akkor lehet ő a győztes, lehet ő a király, lehet ő a fele királyság, bármit elérhet az életben. Olyan mondanivalói van a népmeséknek, ami nem egyszerűen csak egy szórakoztatás, egy szabadidő eltöltés, hanem igenis olyan tanúság az életre, olyan
muníció a tarisznyába az egész életre, amit fontos erősítenünk. Ezért köszönöm, hogy ez a kötet létrejött. Én arra biztatok mindenkit, hogy aki gondolkozik, hogy mit vegyen karácsonyra, annak nem kell tovább gondolkozni, mert a család minden tagja örül, örülnek a gyerekek, mert nekik olvassák, örülnek a szülők, mert újabb meséket tudnak a gyerekeknek olvasni, és még jobban örülnek a nagyszülők, mert ők is tudnak akkor az unokáiknak mesét olvasni. Úgyhogy a család minden tagjának, minden korosztályban az ilyesfajta könyvek adhatók, úgyhogy karácsony ajándékötletként is, azt hiszem, a legjobb időpontban kerül akkor a boltok polcaira, meg a webshopnak a különböző részeire a vers.hu-n ez a kötet. Nagyon-nagyon örülünk, hogy a versmondók ezt létrehozták, és nagyon köszönjük András Faj Bertalannak ezt a kötetet is, meg az előző évtizedekben azt a számtalan megerősítést, muníciót, bátor kiállást, amikor vállalta, hogy ha vele nem egyet nem értők, ezért majd gúnytárgyává teszik és támadják, de vállalta, hiszen nekünk, nála akár évtizedekkel fiatalabb embereknek is nagyon sokat adott, és reméljük, hogy még nagyon sokáig fog ilyen muníciót és feltöltődés és megerősítést mondani, valóban éló ikonként és legendaként, ahogy Luther Imre is fogalmazott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a könyv és a hangoskönyv melléklet is a Magyar Versmondók Egyesülete Versmondók Könyvtára című sorozatának részeként, és a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit ZRT kincsestár sorozatában jelenik meg. A kötetnek két fő támogatója van, az egyik a Nemzeti Kulturális Alap, a másik pedig a Petőfi Kulturális Ügynökség. Ők, mint finanszírozók vállalták azt, hogy mecénásai lesznek a magyar kultúra ezen szegmensének, amely még egyszer mondom, hogyha ezeket a meséket most nem érzetelték volna le, gondos kutatómunka alapján nem hoztuk volna egy könyv lapjaiba és a hangos könyvnek a hangjai közé, akkor ezek nem lennének, ezek elvesznének, és az a fajta kultúrkincs is, amit ez magában hordoz, sőt az a fajta paraszti kultúra is, amit visz magával. Hogy kik voltak ebben segítségünkre? A kötet szakmai támogatói voltak az Ötvös Lóránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Zenetörténeti Múzeuma, a Néprajzi Múzeum és a Pécsi Néprajzi Múzeum Jánosz Pannonius Múzeum néprajzi osztály. És akik pedig közreműködtek a meséknek a létrejöttében, a meséket lektorálta és jegyzetekkel ellátta Benedek Katalin, olvasószerkesztőként, ahogy jeleztem, Tompos Krisztina és dr. Dobosné Pesznyiki Bolya közreműködött, borítótervét Csahóci Ferenc készítette, a tördelő szerkesztő pedig Takács Tamás volt. Sokan közreműködtek még, de aki a legfontosabb ezek közül, természetesen Tóth Gábor, és maga a néprajzkutató gyűjtő András Favi Bertalan, és most akkor Berci bácsit kérnék szépen, hogy hadd lássuk itt a képernyőn, és tudjunk vele is beszélgetni. Köszönjük szépen, Berci bácsi. Mindent hallani, amit beszélünk, ugye? Mindent hallani. Igen. Ó, nagyon jó, köszönöm szépen. Akkor elsőként, ahogy megbeszéltük, egy pár gondolatot a kötet kiadása, illetve a népmese gyűjtemény kapcsán, ha akár kulisszatitokként is, hogy milyen érzés az, hogy 70 év távlatából végül is találkozni azzal a fajta kutató munkával, aminek a gyümölcse most már papírformában és hangoskönyv formájában is itt van, megtalálható és elérhető bárki számára. Igazán nem mesekutatásra indultam annak idején, hanem tánckutatással foglalkoztunk a barátaimmal, mert itt tudtunk bejárni az egész országot a Népművészeti Intézetnek a pénzén, hogy filmeket készítünk táncosokról. És esténként, mikor már nem volt napfény, nem lehetett táncokat filmezni, akkor érdeklődtem mindig, hogy van-e mesemondó, vagy mesélnek-e. És így alakult ki nagyon sok mesekutatásom során lejegyzett, és később már aztán magnetofonra is fölvett mese, hogy úgy kerültem abba a faluba, hogy táncokat akartunk filmezni a jövő számára. És ez nagy élmény volt számomra, mert több olyan helyen is járhattam, ahol a mesét nem csak az én kedvemért mondták el a magnetofonba, hanem még volt egy közösség, amelyik azt hallgatta, és akkor nem csak a mesét hallgattam, hanem néztem és láttam, hallottam a közönségnek is a válaszát, a fogadását. A nagy élmény volt számomra ez a gyűjtés. Ennyi év távlatából visszagondolva, mikor fogalmazódott az meg egy igazi néprajzgyűjtő, néprajzkutató esetében, hogy ezeket a meséket meg kéne osztani a nyilvánossággal, vagy egyáltalán, hogy ezek a mesék egyszer, egykoron majd, akár a hanganyagát tekintve, akár a jegyzeteket tekintve napvilágot lássanak?
igazából soha se gondoltam arra, vagy tehát nem infusos, hanem nem volt rá időm, hogy erre gondoljak, annyi minden más kellett csinálnom, és én nem voltam meg igazán mesekutató, tudtam, hogy ez egy nagy szakma. Ez, különösen a magyar mese kincs az nem akármilyen, és ehhez vannak hozzáértő emberek. És azért volt óriási segítség az, hogy valaki vállalta, hogy összefedi ezeket, és megkeresi hozzáadókat a szakembereket, akik értenek a mesekutatáshoz és a mesékhez, és ez mind ajándék, meglepetés, nagy öröm volt számomra. Ha ők nem vállalják föl ezt, Tóth Gábor és a többiek, akkor nem lett volna ezeket, nem lett volna létre. Én már nem tudtam volna ezekkel foglalkozni, ezeket összeszedni, ezeket rendezni a kiadáshoz. Nem szabad amellett elmenni, hogy egykoron az első független magyar kormánynak a kulturális vagy kultuszminisztere éppen András Fabi Bertalan volt. Visszagondolva arra az időszakra, amikor tényleg elkezdődött megint egyfajta megújulás, akkor most, amikor majdnem 30 évvel vagyunk ezen az időszakon túl, ez az időszak segítette azt, hogy a kultúra, akár a néprajztudomány, vagy akár a folklorisztika olyan helyen legyen, ahogy egyébként kell lennie. Mit lát kultúrpolitikai szempontból? Ez nagyon fontosnak. Én nem jelentkeztem miniszternek, egyszerűen fölkértek, és még gondolkodási időt is kértem, hogy meggondoljam, mert én sohasem nem készültem arra, hogy ilyen nyilvános politikai dolgokban részt vegyek. De az mind a mai népi kultúra, a parasztra olyan tapasztalatokat, amit fel kell használnunk a jövő megéléséhez, a megmaradásunkhoz. A művészet minden része, a tánc, az ének, a mesélés és a többi, az nem luxus, mint most ebben a társadalomban, hogy van 2-3 hivatásos művész, aki abból él, hogy színész, író, hogy költő, hogy előadó, és az egész társadalomnak 1-2%-ánál nem sokkal több, és körülbelül egy a tízszerese annak, de még mindig a össztársadalomnak a tizede, vagy annál is kevesebb, az, aki elmegy színházba, hangversenyre, és így tovább. Nem, a művészet az létszükséglet. Az, hogy szétesünk, hogy fogyunk, hogy nincs, hogy így mondjam, szaporulata már a magyarságnak, hanem fogyunk, kivándorlással, válással, gyermekek nem vállalásával, gyermekgyilkossággal, stb. Mind annak a következménye valami nagyon nagy szükségletünket nem tudjuk kielégíteni. És ez az emberi kapcsolat, az embereknek az egymáshoz való kapcsolódása, a szeretet, erről Kopmárja egy könyvet is írt, hogy az emberi kapcsolatok nélkül az ember beteggé lesz. Szó szerint beteggé lesz a különböző betegségekben. Tehát tulajdonképpen a népi kultúra a kulcsa annak, hogy hogyan kell nekünk biztosítani, vagy legalábbis a lehetővé tenni, hogy ne pusztuljunk ki, nem csak mi, hanem az egész világ ide tart. Mert ez a népi tapasztalat nem csak a költészetre volt, és a művészetekre érvényes, hanem a gazdálkodásra, az emberek egymással való kapcsolatába is. Tehát a néprajz, népköltészet, gyűjtés és a többi alapot ad arra, hogy megtervezzük egy emberekben is menő világot. Itt a néprajzot nagyon fontos, mint a dolognak tartom. De mint miniszter semmit sem tudtam elérni. Vissza akartam állítani a kisiskolákat. Újra bevezetni a kisiskolákban az osztatlan osztály, tehát amikor egy tanár több évfolyamot egyszerre tanított, és neki előnye is volt, nem csak hátránya volt. A művészeti oktatást akartam fölvinni, a népismeret oktatását bevezetni az iskolákba, és egy olyan történelmet, amelyik a néptörténetével foglalkozik. Erről még könyvet is írtam, de nem tudtam megváltoztatni a világot. Én olyan hadvezér vagyok, amik majdnem minden csatát elvesztett, de mégis örülök annak, végig azt tudtam csinálni, amit akartam csinálni. Hogy ez nem sikerült, az egy másik kérdés. És én azért úgy érzem, hogy ez a néprajztudomány, ez
el fog jutni, előbb vagy utóbb, hogy felfedezzék, hogy ez a jövő kulcsa. Köszönjük szépen, Berci bácsi! És mi maradunk vonalban, mert természetesen lesz majd lehetősége mind a sajtóképviselőinek, mind pedig az érdeklődőknek kérdezni. Átadom most elsőként, még mielőtt belehallgatnánk ebbe a bizonyos hanganyagba is, Tóth Gábornak a szót, hogy lássuk azt, hogy a szerkesztési szempontból és a gyűjtemény szempontjából, a gyűjtés időszakát tekintve milyen tapasztalatok voltak. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a összegyűlteket. Valóban András Valibertalannak a szakmai életútja páratlanul színvonalas és sokszínű. Az ártéri gazdálkodástól kezdve a gyümölcs termesztésen át nagyon sok mindenfélével foglalkozott. Néptáncgyűjtés, balladagyűjtés, népdalgyűjtés, és kevésbé voltak ismertek a mese gyűjtései. Sőt, azt hiszem mondhatom azt, hogy a szakmában is teljesen ismeretlenek voltak. Ez viszont ugye András Webertalan szerénységére is mutat, hiszen ha megnézzük, hogy az 1950 és 1963 között mennyi mesét gyűjtött András Webertalan, szám szerint, ha jól emlékszem, 188 mesegyűjtésről tudunk, tehát a legtermékenyebb mesegyűjtő volt, mégis eddig nem jelent meg mesében, nyomtatásban, egyetlen egy mesét kivételve, ami 1960-ban jelent meg. Most közeladott kötet 45 mesét tartalmaz, a Dél-Dunántúlról elsősorban, és arról az időről vallanak, amikor ugye még a paraszti kultúrában élő volt a mesemondás szokása. Ha belegondolunk, 1950-es években a gyűjtésekben, akkor András Webertalan olyan mesemondókkal találkozott, akik 1870-ben, 1880-ban születtek. Végigharcolták az első világháborút, tapasztalatuk volt a második világháborúról, és ez az életvilág, ez a paraszti kultúra ugye ma már nem megismerhető. Ő viszont, amikor nem volt anyagi forrás rá, nem volt rá múzeumi támogatás Tolna megyébe, akkor is ment és dolgozott, a munkaidőn után is, hétvégén is kibiciklezett a szőlőkbe, tanyavilágba, kérdezősködte az embereket, és elvégezte azt a munkát, amit legbelül érzett, hogy fontos elvégezni. És hát én nagyon örülök, hogy itt a 90. születésnapon tényleg olyan mesegyűjtést adhatunk ki, ami egyes mesék több mint 70 évesek, de maga a meseanyag többsége is 65 éves. Tehát ez pályát ritkítja, és András Webertalan szorgalmát és szakértelmét dicséri azt, hogy ezek a mesék ugye most közölhető állapotban vannak. A meséket hangrögzítővel rögzítette, illetve nagyon sok mesét egy-két éven belül legépelt. Azokat a meséket, amik ugye nem kerültek gépelésre, azokat most 2020-21-ben gépeltük le, és ez az, ami a mostani kötetet adja. Itt a 45 mesének 11 hangzóanyaga az, ami eredeti archív felvétel, a többit pedig ugye a Versmondók Egyesülete megbízásából kortárs előadó művészek adták elő, hogy ez most is élvezhető lehessen. És talán a mostani kötetnek, azon kívül, hogy egy születésnapi kötet, az a legnagyobb társadalmi jelentősége, hogy amiért András Webertalan az elmúlt 20 évben dolgozik, hogy a népi folklór, illetve a népművészet visszakerüljön a helyére a társadalmi életbe, ezzel a mesekötettel azért visszahelyeződik. Tehát megismerhetjük azokat a meséket szóban, írásban, képben, amelyek egykor megvoltak a társadalomban. András Webertalan elvégezte a munkáját, ez a kötet révbe ért, kiadásra került, most már rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezzel a hagyatékkal, avval, amit ugye a néprajzi gyűjtők ugye felgyűjtöttek, és ajándékba adnak a jövőnek. És én is bízom benne néprajzkutatóként, hogy valóban a néprajz lesz a jövő tudománya, és bízom benne, hogy a néprajzosok olyan hadvezérek lesznek, amilyen András Webertalan, mert ez az életút páratlan, és tényleg úgy gondolom, hogy mindenki számára elfogadható lenne, hogyha csak a negyedét el tudná végezni, mint András Webertalan. Ezúton is innen kívánok boldog születésnapot, Isten éltessen! Most egy picit megmutatjuk azt, hogy tényleg halljuk azt, hogy miről beszélünk, tehát ne csak lássuk a könyvben, hanem picit halljuk is azt archív felvétel formájában. Egy nagyon rövid részletet mutatunk meg egy egykori hagyományosabb hangvételű és témájú népmeséből, majd utána egy rövid kis Huzella Péter játék után, pedig a mai felvételek közül szintén egy rövid részletet egy pajzán jellegű vagy témájú népmeséből. Mindkettő alatt látom majd illusztrációkat is itt a kivetítőn. Egyrészt az első alatt az archív felvétel alatt
fotókat, azokat az autentikus fotókat, amelyek még akkor készültek 70 évvel ezelőtt, amikor a gyűjtés maga készült. És a másik része pedig a Baranya megyei gyermekvédelmi hivatalnak a Csontvári képzőművészeti stúdióban dolgozó, vagy ott alkotó gyerekeknek a rajzaiból a kortárs előadás alatt. Csak azért, hogy mind a két illusztráltságát a kötetnek valamilyen módon reprezentálni tudjuk, amellett, hogy közben a hanganyagot is halljuk. Tehát elsőként egy autentikus régi hangfelvétel, azok közül, amelyek lejegyzetelésre kerültek is a hangoskönyvben is megtalálhatók, annak egy részlete, utána pedig egy rövid intermezzo, zenés intermezzo után pedig az új hangfelvételek egy rövid részlete következik. Egyszer volt, hol nem volt, hetet két országon túl volt. Volt egy szegény ember, volt neki három fia. Hát már nem tudta őket élelemmel tartani, mert nőttek. Mondja nekik, hogy menjenek valami mesterség után, hogy tanuljanak valamit. Az egyik elment, oda volt egy darabig. Hát tanult mesterséget. Rálépett a gerebhíjére és orba vágta. Hát azt mondja, ilyen mesterséget én nem tanulok, azt mondja a másik. Hát mit tanulsz, fiam? Hát elmegy Szabó Leginnek. El is ment, kitanult a mesterségét, hazament, csinált az édesapjának egy gyöngy ruhát. A másik meg lefeküdt az almafa alá, aztán várt, hogy az alma lebottyanik, és majd beleesik a szájába, és majd megeszi. Azt mondja neki az apja, a fiam, azt mondja, te nem vagy életre való ember. Édesapám, hozzad azt az almát, leesett a fáról, hadd egyen meg. Hát azt mondja az apja, én már nem viszem oda, fiam, azt az almát. Hát azt mondja, akkor elmegyek, én is valamit tanulok. Na hát az fiam ezt okosan teszed. Elment, hát tanult is. Megtanulta a betyárságot. Fölcsapott betyárnak. Azt a király azt mondta, meghallotta a király, hogy milyen nagy szerű betyár lett. Őnek ilyen a béresei az erdő alatt szántanak, ha az ökröket el nem tudja lopni tőle, a béresek tű, akkor a fejét levetett. Hazamegy az ember, aztán mondja a fiának, hogy milyen parancsot adott neki a király. Hát azt mondja, édesapám, annál kisebb gondom is nagyobb. Menjen el édesanyám a boltba, aztán hozzon arampapírt, és azt mondja, vegyen a piacon egy kotyogós haját csirkét. Elment az anyja a boltba, vette ezt az aranypapírt, még megvett egy kotyogós haját csirkét a piacon. Kotyogóssal együtt elvitte haza, gyerek becsomagolta őket, arampapírba a csibéket, a kotyogóst, kiment az erdőbe. A béresek délbe kifogtak, az erdőket beverték az ökröket legelni, és ő meg, hogy leültek a béresek ebédezni, meg kieresztette a csibéket a kosárba, csibék elkezdtek futkosni, meglátta az egyik béres, női csak arancsibék. A béresek futkoztak a csibék után, a kotyogós után, addig a gyerek elhajtott az ökreket. Megígértem, hogy nem fogok beszélni, de itt a államtitkár úr említette az identitást, kérdését, és én gyakran játszom gyerekeknek. És pontosan ez a kérdés. Azzal szoktam elkezdeni, hogy mondjatok egy magyar almát, tessék.
Nem, hülye vagyok. Mondjanak egy magyar gyümölcsöt. Mert itt almát beszélt, almáról beszéltek. Gyerek, mondják, hogy alma. Jól van. Mondjatok egy magyar költőt. Petőfi Sándor. Mondom, jó, ez egy alap, erről elindulhatunk. Ez egy biztos alap. Szóval a kicsiknél is ezt meg lehet fogni. Meg lehet fogni őket, aztán később már középiskolásoknak azt mondom el, hogy a Tiananmen téren, ahol azt a fehér inges fiút, ott a tankok elütötték a diákokat 89-ben, hogy az mit kiáltott az a gyerek. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Hogy Petőfi ennyire fontos. Laci, te hallod-e? Jer ide! Jer, ha mondom, rontom, bontom, ülj meg itten az ölembe, de ne moccalj, mert különben megtalállak csípni, így mi? Ugye fáj, hát ne kiabálj, szájadat beted, nyisd ki füledet, nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarka lepke kis mese, szállj be Laci fejbe. Tarka lepke kis mese, szállj be Laci fejbe. Ó, egy ember nagy bajuszos, mit csinált? Elment a kúthoz, de nem volt víz a vederbe. Kapta magát, telemerte, és vajon minek merítette meg azt a vedret? Tálakertet kéne meglocsolnia, vagy ihatnék? Nem bizony. Telt vederrel a kezében, a mezőre vannak szépen. Ott megállt és körülnézett, elnye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott. Vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát. Vagy tán azt az embert, ki amott a kendert, áztatóba hordja, arra sincsen gondja. Mire van hát, e bugattát? Már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni-ni-ni, ott az ürge, hű-hürge, mint szalad. Ott az ürge, hű-hürge, mint szalad. Pillanat, oda bent van, benn a lyukban. A mi emberünk sem rest, oda nyarga legyen est a lyuk mellé, s belé önti a veder vizet. Torki tele lett. Szegény kis ürge egy darabig tűnte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A jobb száján nyakon csípték, hazavitték, s mostan itt van karjaimban, mert te fürge, pajkos ürge, te vagy Laci, te bizony. Jó estét, gazduram! Jó estét! Azt mondja, kaphatnánk szállást. Nézze, opsitos katonák vagyunk, jövünk Lombardiából. Pajtás, gyertek be, gyertek! Azt mondja, én is onnan jöttem, fél éve letelt az időm. Azt mondja, vacsorát is készítek, de sajnos nézzétek, én kezdőházas vagyok, csak most nősültem pár hete. Azt mondja, amit szegénységembű terül, hát más nem is kukoricakását főzetek az asszonnyal, meg apró kóbászokat majd bele. Jó lesz az, mondták, jó lesz az. Aztán bementek. Azt mondják, anyjuk, többet készíts, mert lesz két opsitos vendégünk, együtt voltunk fél évvel ezelőtt. Főzött egy jó tál kukoricakását, apró kóbászokat metélt hozzá, aztán megint kész a vacsora. Azt mondja, elmegyek az apostól, hozok egy üveg bort a vacsorára, mert annak van, meg azt is hozott vacsorára, majd hozzátette, győjetek enni. Huszár ment, a másik meg megint mondta, hogy köszönöm, éppen most ettem, mikor gyűjtünk be az ajtón. Nem arháskodja, már szívesen adják. Pajtás uram, jertek, csak egyetek, nem kell félni semmit. Köszönöm, én nem tudok, én éppen most ettem, ahogy jöttünk be, mondta megint, nem evett. Sokat főztek, sok megmaradt. Hát aztán két ágy volt csak a szobában, az egyiknél ott az úriember, az ember, a fiatal ember a feleségével, a másiknál a két katona. Aztán hát azt mondja, amikor lefeküdtek, egy almafa is volt az ablakba, sötétté tette a házat nagyon. Azt mondja neki a baka, te, komám, olyan éhes vagyok, reggelig megdöglök. Ördög buta hasadba, azt mondja, hát nem hittak. Hát tudom jól, de hát én szégyenlöm.
Na, megállj, elalusznak majd. Leszállok, azt idelopom. Benn van a kanál is, jó tál, idelopom. Leszállt, sötét volt benn, sütőre oda talált, ott volt a tál, kása, benn a kanál is, de vissza amazokhoz nem talált. Hát nem talált vissza, nem nézte, hogy kívül fekszik az ember, mert ő feküdt kívül, azt gondolt, hogy most hiányzik, belül tapogatja, ott feküdt a feleség, aztán hason feküdt, és így fő volt hajtfélje. Pöndöllő neki, az éjjel inge, tapogatja valagát, megtalálta. Oda dugja, na, egyé már, így az asszony valagának. Hát tömi oda kásákat kanállal a valagához, egyszer az lassan fingott. Ne fújd már, az ördög bújik a hasadban, jég hideg, azt mondja, nem kell ezt már fújni. Mind odakente az összes kását az asszony valagához, akkor letette a tálat, odament, lefekszik, azt mondja, most már jól lakhattál. Én? Hát nem is láttam. Ne beszélj már, ide hoztam. Hát ide nem hoztál. Te. Te. Hát akkor valószínűleg az asszonyt agyon tömtem akkor. Hát cikákút is, ha megfulladt biztos. Te, hát reggel innen meneküljünk el, mert még utóbb elő leszünk véve. Hát fuldoklott, az annyira tömtem oda. Reggel fölkeltek korán, azt mondták, nézze, köszönjük szépen a szállást, meg a vacsorát, de máma még 50 kilométer utat meg kell tennünk, úgy közelítjük meg a hazánkat, falunkat. Hát azok meg a fiatalok tovább aludtak, mint kellett volna, mert ugye az éjjel vendégük volt, sokáig elbeszélgettek, ezek meg elillantak. Az úton beszélgettek, hát biztos meghalt az asszony, míg most így nem leszünk elővéve, hát besütött a nap az ablakon, felül az asszony. Jaj, apjuk, ide szartam. Hát csak nem, de nézd csak. A hasadnak azt az árgyérusát akkor rakást szartál, mint egy tehén, azt mondja. És olyan érdekesen kiszartál egész kóbászokat is meg lehetne enni, azt mondja. Így kibújtak azok a katonák is a bajból. Hát tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek a példák ugye extrém példák voltak, de vannak valóban, ez is mondtuk azt, hogy nem feltétlen csak gyerekeknek való mesekönyvről van szó, hanem valóban, annak idején sikerült ezt összegyűjteni András Fabi Bertalannak is, vagy lejegyzetelni, vagy hangfelvétel formájában megőrizni, ezek így kerültek bele, apróbb javításokkal, és persze szójegyzetekkel is ellátva, idegen szavak jegyzékével. Akkor megmutatnánk azt, hogy ezek a hangfelvételek hol találhatóak, mert ugye a kötethez ez kapcsolódik maga az online hangoskönyv, ami egy újabb kiadvány, tehát két kiadvány lát napvilágot. A vers.hu oldal az, amelyik a Magyar Versmondók Egyesületének a központi oldala. Ezen található egy könyvregisztrációs belépés. Bárki, aki úgy gondolja, hogy szeretne regisztrálni, tehát megvásárolja a könyvet és szeretné meghallgatni hozzá a hangoskönyvet, akkor itt új felhasználóknak be tudja írni a felhasználónevét, az e-mail címét és kitalálni egy jelszót, amely alapján be tud lépni. Mi most beírtunk egyet találomra, amire beregisztráltunk, hogyha bejelentkezünk, akkor itt előjön rögtön a könyv formátum, és alatta a rövid leírás alatt megtalálható az ISBN szám alatt az a fajta hanganyag, amely nyilván egy András Bertalan interjúval és üzenettel kezdődik, és azt követően pedig elsőként az archív hangfelvételek, amelyek megmaradtak és sikerült jó formában, vagy viszonylag jó formában digitalizálni. Azok találhatók meg, mindenhol ott van, hogy egyébként melyik előadótól, melyik a gyűjteményben pontosan kitől hallható az adott népmese. Ezek a könyvnek, tehát a kinyomtatott kötetnek az utolsó részében ugyanígy tartalmi jegyzék szerint megtalálhatók és beazonosíthatók, hogy kötetnek melyik részében találhatók leírt formában. Utána pedig a Magyar Versmondók Egyesület és az Eszkárgó Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet előadóinak jóvoltából az újonnan elkészített, és már ugye rögzítve nem, csak leírt formában megmaradt hanganyagok találhatók meg. Ezek is folyamatosan előadónként vannak szekcionálva, és itt bármikor rákattintva meghallgathatóak. Tehát gyakorlatilag így sikerült egyben tartani és összegyűjteni mind az online hangoskönyvet, mind pedig magát a kötetet, a könyvet. Úgyhogy nagyjából ezt szerettük volna bemutatni, és most akkor azt kérdezném meg nagy tisztelettel, hogy akár a sajtómunkatársainak, akár a látogatóknak, érdeklődőknek van-e bármifajta olyan kérdés, ami esetleg itt nem hangzott el. Természetesen a maga mostani sajtótájékoztatónak az anyaga, vagy annak kivonata a vers.hu oldalon és a sajtóban is olvasható, látható lesz majd. De akár hozzánk, akár András Fabi Berci bácsihoz, ha bárkinek van kérdése, akkor most fölteheti, és ha tudunk, akkor szívesen válaszolunk. Úgyhogy kérdezném, hogy van-e valakinek bármilyen fajta kérdése, ha igen, akkor a kollégán Korompei Gábor
oda tudja adni a mikrofont is. A vonal másik végén Berci bácsinál alapító Zoltán, aki az Országos Diákszínház Egyesület elnöke ott van, akkor ő tud segíteni abban, hogyha esetleg bármifajta technikai malőr történne, hogy akkor tolmácsoljuk azt, amit hallunk. Nincsen senkinek különösebb kérdése. Akkor én szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt, és aki szeretné majd megnézni a könyvet, itt a Magyar Versmondók Egyesülete kollégáinak, munkatársainál megtekintheti, meg is lehet vásárolni, és egy kis fogadással is készültünk. Mielőtt a fogadásra belecsapnánk, hiszen mégiscsak Berci bácsi 90 éves születésnapja van, akit nagy szeretettel köszöntünk, és hát én csak azt kívánom, Berci bácsi, hogy mielőtt még elbúcsúznánk, és Huzella Péter játszana még egy kis búcsúdalt, és a könyvet megkapnám, mert Berci bácsihoz rögtön innen majd indul Tóth Gábor vinni a kötetes batyuját, hogy eljussanak oda a kötetek, hogy mi itt kocintunk azért Berci bácsi egészségére, hogy azt otthon egy jó, finom magyar pohárborral egy kis virtuális kocintás elég ugyanezt tegye meg, ha megoldható. Jó, úgyhogy akkor Péter, kérnénk egy kis búcsúdalt, és utána akkor egy kis fogadásra mindenki a vendégünk lesz. De ez nem egy vidám dal. Őszi esőben a fogasvasút, dünnyögve kaptat a Svábhegyre fel. Épp velem szemben ül Jókai úr, és a jövő századra figyel. Hová megy, mester? Rég nem láttuk alant. Kerekünk kattog, zeng a jelző harang. Sok-e a dolga, íre fent is nekünk? Vacog az ázott ócska pálya velünk. Kék szeme fáradt, a fénye fakó, bécsi szabású kabátot visel. Rám néz halkan Jókai úr, és a jövő századra figyel. Csoda, hogy itt van, álom ez vagy regény. Keresem ott a glóriát a fején. Ugye megérte visszajönni megint? Makacsul várom, végre rám is tekint. Nézd, a kezében az óralapú csukva, a perceket úgy üti el. Hallgatja csendesen Jókai úr, és a jövő századra figyel. Ugye, hogy rólunk álmodott sok csodát? Monoton hullik ránk az este tovább. Kicsorog értünk vér és tinta, ha ír, hiszen a sorsunk észa, mint a papír. Közben a város a mélyben lapul, csattog a pálya az égnek emel. Átnéz rajtam is Jókai úr, már a jövő századra figyel, már a jövő századra figyel. És éljen a születésnapos! Köszönjük szépen, és mindenkinek jó kattintást kívánunk majd a vers.hu per Matyas Esa Torokbasa címre. És aki szeretné, akkor a Mátyás és a Török Basa mesegyűjtések 1950-63 között időszakról András Aj Bertalan Széchenyi díjas néprajztudósnak a kötetét megvásárolhatja, megnézhet itt, és mindenkit várunk finom falatokkal. Vigyázzanak, hogy hogy esznek, ne járjunk úgy, mint ahogy a mesében járt ez a bizonyos asszony, aki nem jó helyről kezdte és nem jó helyen végezte. Itt is nagyon finom falatok vannak, úgyhogy mindenkinek jó étvágyat és jó ízlés és hangulatot kívánunk a Magyar Versmondók Egyesülete és a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében. Köszönjük szépen!